Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez a belső filmnek a harmadik adása, és nagyon boldog vagyok, mert ismét egy nagyon kedves barátomat üdvözölhettem beszélgető társként, Dankó Szilvia Heone, és hirtelen az ugrott be nekem, ugye minden beszélgetés előtt egy pár percet gondolkozok azon, hogy mivel indítsunk, és mesélsz nekem egy nagyon picit erről a Heone-ról, mert hogy szerintem ezt kevesen tudják, hogy neked ez a név, ez pontosan mit akar a Szilvia mögött. Sziasztok! Ezt a Heone-t a nagyon spiri útkeresős korszakomba adtam magamnak, volt egy ilyen névtanfolyam, akkor egy lány tartotta. Tulajdonképpen nem kell ennek nagy jelentőséget tulajdonítani, volt, hogy ragaszkodtam hozzá, hogy akkor holnaptól mindenkinek Heone vagyok, és körbe mentem az irodába, meg a barátaim, és mindenki között, hogy akkor a Szilviát le lehet felejteni. És az így ment egy pár évig, és aztán rájöttem, hogy van szerepe ennek a névnek, tehát azt gondolom, hogy nem véletlenül adtam magamnak, ugyanakkor nem akkora, mint amekkorát akkor tulajdonítottam neki, ez most már a helyére került. Nagyon sok, igazából a névjegykártyámon is ott vagy Dankó Szilvia Heone, és sokan így szólítanak. Van, aki meg a Szilviát szereti, most már nincs jelentősége, viszont hozzám nőtt, tehát én szeretem. Ebből. Nagyjából ennyit, tehát, hogy nem kell túldimenzionálni. Okay. Szerintem egy tök jó név, gondolkoztam rajta, hogy megpróbálom felvetetni a névlistába, és és gondolom lehet is egyébként, mert ma már mindent elakadtam lehet. A folyamatban, megmondom őszintén, hogy ott átirányítottak egy másik minisztériumhoz, és annyira nem volt fontos, úgyhogy ez okay. Elakadt egy év. Igen, azt gondolom, ennek van üzenet értéke, hogy akkor az hogyan alakult. Jól van, azt... Ugye nekem a célom ezzel a csatornával az volt, hogy egy picit közelebb hozzam a spiritualitást az emberekhez, de olyan értelemben, hogy milyen eszközünk van arra, hogy megugorjuk azt, hogy ugye, aki elkezd spiritualitással foglalkozni, folyamatosan azt tapasztalja, hogy vannak egyfajta erők, amik kvázi egy ilyen ellenállásként jelennek meg az életünkbe. Gondolok itt azokra az erőkre, amik mindig azt szoktam mesélni, hogy pontosan tudom, hogy amikor reggel fölkelek, akkor nekem van egy órás kis szeánszom reggel, amiben van jóga, van mantra, van meditáció, és hogy bizony ott van, hogy nem kell megcsinálni, most el lehet blitzelni, stb. Hogy te tapasztalod ezt a fajta hullámzást az életedbe, vagy folyamatosan jelen van a spiritualitás, akár a mindennapjaidban is? Mit jelent az, hogy spiritualitás? Talán ez a kérdés, amit tisztázni kell az embernek saját magával kapcsolatban, amikor kap egy ilyen kérdést. Nekem már maga a szó is, szónak a jelentése is változik az évek során. Én mondjuk ezzel a hagyományos értelemben vagy spiritualitással hát lassan 20 éve kezdtem el teljesen spontán foglalkozni. És nem is spontán, hanem azért, mert volt egy vágy bennem, hogy valami hiányzik az életemből. Nem tudtam megfogalmazni, micsoda. Megvan a kép, hogy ülök a kis menő reklámügynökségbe, a TikTok kis ruhácskámba, jó fizetéssel, éppen akkor mentem férhez, új lakásba költöztünk, és ott ülök a gép előtt, és 2001 van, vagy 2002-t írunk éppen ekkor, és azt éreztem, hogy valami hiányzik. Nem tudtam megfogalmazni, hogy mi az. És ez a belső motor, vágy indított el engem igaziból ezen az önismereti úton. Uh-huh. És akkor belecsöppentem ebbe a hagyományos értelembe vett nagyon spirituális világba, és az változott a mai nap egy olyan fajta látásmóddá, amit már én nem is annyira spirituálisnak nevezek, hanem egyfajta olyan látásmód, ami valahogy mindig arra vezet vissza, tehát mindig saját magamhoz vezet vissza. Tehát, hogy én hol vagyok a saját életemben, a különböző események milyen hatással vannak rám, én mit tudok adni a világban, kialakult azóta, hogy mi az én utam, ami a szeretet útja, tehát, hogy nekem az a feladatom, hogy én megtanuljak szeretni. Ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik, de egyébként nem az, mert ehhez az érzelmeimet nagyon komolyan meg kellett élnem, meg kellett tanulnom kifejezni az érzelmeimet, és ezt is szeretném átadni
az embereknek, hogy hogyan tudják szeretni önmagukat, illetve hogyan lehet a szeretetet a világban megélni, szétoszlatni. Tehát valahogy ez az én utam, és tulajdonképpen ez a nagyon vad spiritualitás ebbe az egy üzenetbe tömörült össze mára. Aha, és akkor ez, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy ez egyfajta életmódnálat, tehát hogy te így létezel. Törekszem rá. Törekszel rá, figyeled a tanításokat az életedben, figyeled az összefüggéseket az életedben, de hogy akkor effektíve nincsen semmilyen eszköz a mindennapokban, amihez kvázi ilyen praktikus módon, ilyen gyakorlati szinten visszanyúlsz? Rengeteg eszköz van, de mert ugye az évek során nagyon sok eszközt megtapasztaltam, amik akkor segítették az utamat. Ilyen például a meditáció is, és visszatérve arra a hullámzó kérdésedre, igen, ezt a hullámzást nagyon-nagyon erősen megtapasztaltam. Amikor rosszabbul voltam, ugye ami azt jelenti, hogy nagyon nem vagy boldog, szorong, tehát hogy így belső, akkor nyilván ezekhez az eszközökhöz, illetve nem nyilván én, ezekhez az eszközökhöz muszáj volt hozzányúlnom. Tehát nem volt kérdés, hogy hozzányúlok, mert láttam a jó hatását, és láttam azt, hogyha mondjuk minden reggel fölkelek, megcsinálom az 5 tibetit, megcsinálom a 20 perc TM-et, akkor az segít abban, hogy túléljem azt az aznapi napot, segít a traumáim feldolgozásában, tehát segítségemre van. Amikor mondjuk jobb korszakon van, akkor lehet, hogy nem nyúlok hozzá, mert megy az élet anélkül is. Ugyanakkor a belső motiváció, a motor, hogy én már így élek, hogy ez a részem, az mindig megvan, csak mondjuk az eszközök változnak. Tehát most például azt érzem, hogy a testem van kicsit lerottyanva, mert öregszem, már kezd a hátam itt-ott fájni. Valószínűleg a jóga, illetve a testem egészségének a helyrettétele fog az előtérbe kerülni, míg mondjuk 5 éve az elmémet kellett nagyon komolyan rendbe tenni, mert csapongtak a gondolataim, és megőrültem praktikusan saját magamtól, arra mondjuk a meditáció nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Ma is, hogyha nem meditálok rendszeresen, hogy megcsinálom mondjuk a napi 2x20 percet, mert én a transzcendentális meditációt csinálom, de azért mondjuk egyet megcsinálok, majdnem minden nap, 2 már ritkábban, tehát hogy ezt ilyen picit lazábban veszem, és inkább arra figyelek, hogy nekem éppen akkor mire van szükségem. Tehát, hogy nálam nem működik ez az elhatározom, hogy most akkor mától kezdve életem végéig minden nap megcsinálok valamit. Rájöttem, hogy én nem ilyen vagyok, tehát tökre szeretnék, de nem, ez nem, én nekem ez nem működik. Azt tudom, hogy ez jól esik, hogyha minden nap teszek valamit azért, hogy ezen a kis utamon előrébb tudjak lépni. Van egy mestered, akit követsz? Van egy útmutató, akinek a tanításait szívesen hallgatod meg, és szívesen építed be a te jelenlegi működésedbe, vagy most már annyira stabil a te gondolatvilágod, hogy inkább afelé mész? Hát nyilván vannak olyan emberek, akik nagy hatással voltak rám. Az egyik ilyen A.E. Christian, aki mellett nagyon sok évet eltöltöttem, a csendtáborai rengeteget adtak, a különböző kurzusai nagyon-nagyon sokat. Amikor nagyon-nagyon rosszul voltam, akkor volt egy gestalt terapeutám, neki tartozom még nagyon nagy hálával, ő tanította meg azt, hogy az érzelmeimhez hogyan tudok közel kerülni, és nekem ez volt a kapocs, ami igaziból az elmémet és a lelkemet összeharmonizálta. Tehát addig ezek a spirituális tanítások tök jól hatottak az elmémre, én elméletben mindent tök jól tudtam, nagyon jól átláttam a saját életemet is, azt gondolom, így elméletileg, meg másokét, meg nagyon sok mindent. Ugyanakkor az érzelmeimmel, meg ez óriási szakadék keletkezett a kettő között, nem tudtam, tehát csak futottak utána az érzelmeim, meg az érzéseim. És igaziból nekem ez a terápia volt, ami a kettőt összekapcsolta, és azt gondolom, hogy most kezdek nagyjából megérkezni saját magamhoz, úgyhogy ez a fizikai, a lelki és a szellemi síkon most nagyjából kezd összerendeződni.
és úgy, most úgy jól vagyok. De ez sok-sok év. Ez sok-sok év, ez biztos, ezt tudom tanúsítani, hogy a sok-sok év, és egyébként nem egy állandó állapot, tehát hogy szerintem mindenkinek az életében folyamatosan vannak kihívások, ez folyamatosan változik, ez szerintem, aki ezzel elkezd foglalkozni, tudja azt, hogy ez az út, ez ilyen. Egy fél mondatodra szeretnék még visszatérni, mert szerintem ez egy nagyon fontos része egyébként annak is, amiről itt ebben a csatornán szeretnénk beszélni, mégpedig az, hogy fontos időközönként lecsendesíteni az elménket, amikor egyszerűen már, talán úgy fogalmaztál, hogy már saját magamat idegesítettem. Én ezt nagyon sokszor élem, és amikor a tréningemben, vagy akár az előadásokon arról beszélek, hogy ki az, aki hallja ezt a belső monológot, ezt a belső filmet a fejébe, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy nem tudom, hogy miről beszélsz. És ez egy nagyon, nagyon érdekes felismerés volt számomra, hogy tudatosítani kell az emberekkel, hogy reggel fölkelsz, és tényleg elindul egyfajta ez a mind chatter, ahogy ugye a nagyok mondják, ugye ez a dumcsi a fejedbe, és ez bizony az olyan mértéket is ölthet, ami gyakorlatilag annyira elpörgeti az embert, hogy tényleg komoly problémát tud okozni. Neked milyen eszközöd volt akkoriban, adott esetben a meditáció mellett még, hogy az elmélet egy picit lecsendesítsd? Nekem a csendtábor, egyértelműen. Én emlékszem, hogy bementem az első csendtáborba, hogy az 10 nap arról szól, hogy a telefont le kell adni, és nem lehet beszélni, és akkor van egy ember, aki ezt vezeti. És vannak mindenféle feladatok, és 5. nap volt az, amikor majdnem megörültem, mert akkor kicsi volt a kislányom, 2 éves volt a Lili, amikor én oda elmentem, és folyamatosan Mikula Péter, még ilyen nagyon jó kis gyerekzenék voltak, és ez a Berci a legnagyobb törpe, nem fér be a törpe tükörbe, és még az 5. napon is ez ment a fejembe. Iszonyatosan idegesítő, tehát, hogy tök csönd van, tényleg ott vagyok saját magammal, és Berci a legnagyobb törpe, és valahogy utána ez így elmúlt. És valahogy nekem ez a szimbolikája volt ennek, tehát értelemszerűen emellett volt még egy csomó más gondolat, csak ez úgy mindig feltűnt, hogy megint ez a fasság, bocsánat, ez a hülyeség visszajön, és utána elmúlt. Nem tudom hova lett. És utána kijöttem a táborból, és azt vettem észre, hogy sokkal kevesebbet agyalok, hogy szűnnek ezek a gondolatok. És akkor egy pár év múlva tanultam meg a transzcendentális meditációt, az megint rátett egy lapáttal, megint elvett nagyon sok ilyen felesleges háttérzajt, és mostanra azt gondolom, hogy már nem zavarnak, tehát hogy igaziból tök jó. És ez valahogy elmúlt, tehát nem is jön vissza. Illetve amikor visszajön, akkor meg picit olyan, van ez a Csodálatos Elme című film, ugye a skizofrén matematikus, és a végén van egy jelenet, amikor az egyetemnél látja saját magát, hogy megy el ott a háttérbe. És hogy ugyanezt élem én is, hogy igen, észreveszem, ott vannak, de úgy hagyom, hogy elmenjenek ezek a gondolatok, és nem foglalkozok vele. Tehát igen, néha ott vannak, konstatálom, ez van, ugyanúgy a részeim, de nem tulajdonítok neki már jelentőséget. Tehát nem befolyásolják. Látom, hogy vannak, de körülbelül ennyi. Így van, és egyébként ez egy óriási kulcsa annak, amit mondasz, és ez nagyon hosszú út szerintem, míg az ember tudatosságban eljut idáig, hogy nem harcolni kell ezekkel a gondolatokkal, hanem egyfajta megfigyelőjévé válni, és gyakorlatilag, hogy szokták mondani, mint a felhő gyakorlatilag fölötted el fog menni, és tudatosul, hogy igen, most éppen ez az érzés, vagy ez a gondolat van velem. Ha viszont elkezdünk vele harcolni, hogy már megint itt van és menj el, akkor bizony gondot okozunk saját magunknak. És ha picit bele is megyek, akkor tudom azt, hogy mindig minden változik, és hogy úgy is elmúlik. Tehát nekem ez rengeteg erőt ad, hogy jó, most lehet, hogy belemegyek akár a rossz érzésbe, és depis vagyok, mondjuk ma, de tudom, hogy holnap reggel fölkelek, és elmúlik, mert eddig mindig elmúlt, és el fog múlni. És egyre rövidebb idő alatt elmúlik, egyre kisebb hatással van rám, és valahogy ez a kulcsa, hogy nem omlok össze, hogyha van egy rosszabb napom, vagy egy
vagy egy olyan időszak, ami picit nehezebb, mert tudom, hogy úgy is lesz jobb, mert annyiszor kijöttem már a nagyon mélyéről, hogy ezek után is ki fogok jönni, mert tudom, hogy megvan hozzá az erőm is, minden eszközöm. Nekem az egy borzasztó nagy segítség volt, amikor a buddhista tanításokban olvastam azt az egy egyszerű mondatot, végtelenül egyszerű mondatot, hogy aminek van kezdet, annak van vége. Igen. Tehát, pontosan tudod, hogy igen, ez most éppen egy állapot, de ez nem egy eredeti állapot, de nem így születtél, hanem ez most egy állapot, és ennek természetesen lesz egyfajta vége. Te coachként dolgozol, life coachként, life vonalon dolgozol, illetve business vonalon dolgozol, ezt jól tudom, ugye? Igen. Mennyire tudod ezt a tudást, vagy azt, hogy mennyire azt gondolom nagyon-nagyon tudod használni, de hogy mennyire befogadóak az emberek arra, hogy ezekről beszélj velük, amikor egy coaching folyamatban vagy benne? Nem használom. Nem használod? Nem. Egy dolgot használok ebből a nagy spirituálisból, a jelenlétet és a szeretetet. Azt teljesen aktívan, nyilván nem szavak szintjén, hanem a jelenlétemmel. És igaziból az egészet csak arra használom, hogy talán jobban rá tudok érezni a jó kérdésre. Jobban át tudom élni a másikat. De praktikusan nem osztom az észt a saját világnézetemmel kapcsolatban, mert mindenkinek van egy világnézete, mindenki ott jár, ahol éppen jár, és nekem az a feladatom, hogy hozzájuk kapcsolódjak, és hogyha ő kész lesz arra, hogy azon tovább lépjen, vagy változtasson, akkor meg fogja tenni, és én abban inspirálom, hogy ő megélje azt, ami most van, mondjuk elfogadja, és akkor meghozza azt a döntést, hogy mondjuk ezen változtatni szeret. Vagy hogy megjön benne a változásnak az igénye. Ha nem jön meg, akkor nem jön meg, ha megjön, akkor tök jó. Ha nem jön meg, az se baj, mert akkor éppen most ott tart. Ha már eljött hozzám, akkor nyilván az is egy nagyon-nagyon nagy lépés. Úgyhogy én már azért hálás vagyok, hogyha valaki eljön hozzám. De praktikusan a világnézetemet nem szoktam beletenni, ez amennyire átsüt a személyiségemen keresztül, azon átsüt. Egyébként szerintem nagyon erősen van is, aki, vagy volt is, aki úgymond nem jött sokszor, mert úgy érezte, hogy mondjuk nem passzol velem, és van, aki meg sokat jön, mert úgy érzi, hogy passzol velem, de szerintem ez az egyéni terápiának a lényege, hogy mindenki megtalálja azt az embert, aki neki tud segíteni, én sem tudok mindenkinek. Abszolút, abszolút. Nagyon jó, amit mondasz, nagyon érdekes. Én egy picit másképp működöm, ugye én szeretem, hát a karakteremből adódóan, én bennem van egy erős küldetéstudat, hogy ugye erről beszéljek a tréningjeimben, vagy akár egy coaching folyamatban, bár én zömében ugye csoportokkal foglalkozom, és tökre igazad van, hogy a kapcsolódás az nem feltétlenül fog úgy létrejönni, hogyha te elmondod, hogy itt van ez az óriási labda, és hogy akkor ezt csináljuk, hanem mindenki elveszi magának azt, amire szüksége van, de hogy nem mindenki tart ugyanazon a szinten, tehát hogy ezt abszolút én is próbálom összehangolni, hogy azért az a fajta küldetéstudat és az eszközöknek az átadása, az mindenkinél a maga helyén érkezzen meg. Ezt meg kellett tanulni, mert az elején sokkal többet beszéltem én is. És valahogy azt láttam, hogy egyszerűen nem segíti a folyamatot, sőt, nagyon sokszor hátráltatja. Uh-huh. És ez sokan igénylik, hogy mondjak nekik ilyen okosságokat. Nagyon ritkán szoktam, és most már egyre óvatosabban. Tényleg azt látom, hogy sokszor visszaveti az egyéni és a személyes fejlődést. Tehát sokkal többre megyünk azzal, hogyha azt nézzük, hogy benne mi van, mint hogyha én elmondom, hogy mi az én világlátásom, vagy véleményem, vagy nézetem, tehát hogy ez csak kevésbé támogatja. Elsőre látszólag úgy tűnik, mintha igen, de hosszú távon egyébként meg nem. Tehát én nekem ez a tapasztalatom, hogy annyi előadás van, annyi könyv van, amikből ezeket meg lehet szerezni. Tehát abban az egy órában, amikor nálam van valaki, akkor az legyen a hangsúly, hogy ami ő. És nem ezek a külső dolgok, mert ezek olyan sok helyről megszerezhetők, annyi jó előadó van, sokkal jobbak, mint én. Sokkal összeszedettebben el tudják mondani ugyanazt, amit mondjuk én elmondanék.
Meg ugye mindennek az alapja a cselekvés, a tapasztalás. Ezt én is abszolút én is az évek folyamán ebben nagyon sokat változtam, hogy akár a csend, tehát az a fontos, hogy ő mit gondol erről, és ő hogyan éli meg, nem feltétlenül az, ugye a könnyű az, mert találkozom én is nagyon sok olyan emberrel, akinek tök jó az, hogy te elmondod neki, és ő kvázi egy előadást hallgat meg, de ebből ő nem fog profitálni annyit. Ebből maximum te fogsz egy picit profitálni, tehát hogy valóban ebben én is sokat fejlődtem, meg azt gondolom, hogy igen, az a fontos, hogy ő hogyan fog ebben benne lenni. Igen. Úgyhogy egyre kevesebbet beszélek, és sokkal nehezebb például egy ilyen személyes beszélgetés folyamán például csendben maradni. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy valamikor egyszerűen ki kell várni, míg ő megszólal, most már ebben nagyon-nagyon jó vagyok, és a csendben azért sokkal nagyobb csodák születnek, mint a kis előadásban. Tehát, az hogy ez, ebbe biztos vagyok, és ezt nagyon lelkesen és szeretem is használni. Igen. No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk egy kicsit beszélgetni erről. Annyit mondj még, hogy ha veled valaki kapcsolatba szeretne lépni, akkor a honlapotokon keresztül tud elérni. Igen, a wellcoaching.hu az. Wellcoaching.hu, akkor ezt mindenki tudja, és akkor ott gondolom olvashatnak rólatok egy picit többet, illetve ott az elérhetőséged is fent van. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és tudtunk egy kicsit beszélni a coaching és a spiritualitásnak a kapcsolódásáról, vagy a nem kapcsolódásáról, ami szerintem egy tök fontos eleme ennek a történetnek, amiben belekezdtünk, és bízom benne, hogy egy ilyen csendtábort majd valamikor még közösen is lenyomunk. Én köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen a nézőknek a figyelmet. Találkozunk szerintem 2 hét múlva, akkor egy újabb vendéggel, egy színésznő lesz a vendégem ez alkalommal, és ne felejtsétek el, hogy a kifele vezető út az befele van. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok, találkozunk a következő alkalommal.